Egyre látványosabb az átalakítás az avasi református templomban. Jelenleg a tetőn dolgoznak, és készül a turisztikai attrakció is. Az a lépcső, aminek köszönhetően a középkori tető szerkezetet lehet majd megnézni. A református egyház kerület pályázatból és adományokból alakítja át a templomot. Munka zaj a templomi csendben. Munkaterületté vált az avasi református templom. Már hetek óta dolgoznak a szakemberek. A pályázati forrásból már a belső munkák jó része el is készült. Két részből áll a dolog. Van, ami a pályázatnak része, az a templom belsőben már javarészt elkészült, értem a vakalott javításokra. A lépcsősor, ami a fedélszék megtekintésére készül, az annak a vászszerkezete van kész jelenleg, a lépcsőket majd később fogják beépíteni. Ez heteken belül meg is történik. Külön gyűjtésből pedig szeretnének további belső munkákat elvégezni. Például meszelést vagy a mennyezet megerősítését. Ez akkor kezdődhet el, ha a külső munkák is befejeződnek. A templom tetején nagyon látványosan haladnak az erdélyi szakemberek. Nagy öröm, tehát olyan mértékű lesz a megújulás, hogy látványos is lesz, ugyanis nyilván az új zsindelyek egészen világos színűek, egy ilyen sárgás aranyszínű, a falak pedig törtfehérek lesznek, tehát egy teljesen más képet fog mutatni a templom, ha egészében elkészül. Jó idő esetén még az idén befejezhetik a külső munkákat, de ha megérkezik a csapadékos, fagyos idő, akkor csak jövőre. Miskolc sikeres turisztikai pályázatából 183 millió forintot tudnak a templomra fordítani, de ez nem elég mindenre. A többi pénzt közalakozásból szeretnék előteremteni.